Na, hát majdnem csúcson van a nyugati szárny. 370 wattot termel jelenleg most a 400 wattos panel a nyugati szárnya, ami az ég felé néz. Most úgy láttam, jön elé valami felhő, mert csökkenünk gőzerével, de az előbb még 370 volt, itt meg 260 volt. Úgyhogy hát ilyen ez a június. Azért egész jó termelések vannak. Mindjárt megnézem, milyen most az ég, mert teljesen más, mire jöttem ki. Hát igen, ott van egyébként a napocska, mielőtt most felhő van. Wow, semmit nem látok, de úgy látom, az előbb épp lyuk volt a felhő előtt. Egyébként elég felhős idő van ahhoz képest. Na, hát akkor ez különösen jó. Jön elő a nap a felhő mögül, jön elő a nap egy kicsit. Nagyon jó értékek ezek, én azt gondolom. Most nincs is olyan meleg kánikula. Igen, hát most 200 watt jön onnan. Innen meg 170. Na hívnak, föl kell vegyem. És eljött a június 30-a, hónap vége. Nézzük meg az e-havi adatokat. Hát este 8 óra, úgyhogy itt már azért hatalmas csodák nem lesznek. Na nézzük, hogy miket látunk. Hát ugye, aki emlékszik rá, múlt hónapban a nyugati szárny az egyszerűen nagyon megállt, és utána, miután lekapcsoltam a napelemes kört, utána nullázta is magát. De most ezen felbuzdulva, akkor úgy voltam vele, hogy jó, ha már úgyis elvesztek az eddigi termelési adatok, akkor én lenullázom mind a kettőt, és akkor minden hónapban most már lenullázom, úgyis teljesen mindegy. Ott egyen oldalon, illetve ott váltó oldalon akkor megvan, hogy mennyi egyenből mennyi váltó lett. Visszafelé menve meg, akkor össze lehet adni az eddigi napellen termelési adatokat, hogy hozzájöjjön az az alatt is. De neki megtaláltam a leírásába, hogy lehet nullázni a számlálót. Ugyanabban a leírásban, ennél a típusnál nem találtam meg, hogy lehet nullázni a számlálót. Többször is nekifutottam a dokumentációnak, de egyszer nem találtam meg. Úgyhogy ezt sikerült nullázni, ezt nem sikerült nullázni. Nekiálltam már mindenfélét nyomkodni rajta, hát ha mégis valami. Megint épp nem termel, pedig 1-2 wattot egyébként lehet, hogy még ki lehetne belőle szedni. Mindjárt megnézzük. Azóta persze nem nullázódik. Tehát akkor volt egy ilyen megfagyása, így van. Jönnek is a wattocskák, elindultak. Na nézzük, tehát ő 21 kWh-án állt, amikor nekiláltunk ennek a hónapnak. És most 52 kWh-án állunk, 52,4-en. Tehát mondhatjuk, hogy egy 31 kWh bejött a nyugati szárnyról ebben a hónapban. Hiszen ugye 52 mínusz 21 az 31. Tehát durván a nyugati szárnyról 31 kWh jött be ebben a hónapban. Ugye őt sikerült nullázni, úgyhogy itt rögtön látni fogjuk, hogy mennyi lett ebben a hónapban. A keleti szárnyon pedig 39 kWh lett. Úgyhogy az 40... Mit számoltam? 31, igen, az 40, meg még 30, az 70 kWh jött be napellem oldalról akkor ebben a hónapban. Nézzük meg, hogy egyen oldalon, hát itt ugye majd meg kell nézni az előző havi zárást, de egyen oldalon eddig tartunk 301 kWh-nál plusz némi pókhálónál, tehát 301 kWh ment ki eddig az egyen körből, és mindjárt megnézzük, hogy a váltó oldalon hogy alakultak a termelések. Még most is zajlik némi fogyasztás, ugye, hogy ez látható és hallható egyébként. Mindjárt átváltunk az EV-linkre, és megnézzük, hogy állunk. Ha pedig megnézzük az EV-linket, akkor azt látjuk, hogy ebben a hónapban új rekordot döntöttünk. Mindjárt majd itt az éves szinten megnézzük, hiszen 54,93, hát ez meg lesz az 55 kWh, lett ebben a hónapban termelve, de nem csak hogy termelve, hanem ez ténylegesen el is lett fogyasztva. Hát ez majd látszik a villanyszámlán is, vagy a villany hálózati oldalon is egyébként. Úgy emlékezzük vissza, hogy eddig a múlt hónap volt a rekord 48,6 kWh-val, és ezt döntöttük meg most ezzel a
ezzel az 54,955 kWh-val. Ha pedig megnézzük havi szinten, látjuk, hogy hogy alakultak itt a termelések. Hát nem tudom, mi ez a lyuk, ott volt valami lyuk, de igazán új rekordjaink vannak. Ugye eddig arról volt szó, hogy olyan 2,2 kW, amit úgy tűnik, hogy egy nap el tudunk fogyasztani, mert igazán egy csomószor még termelődött volna több, de nem tudtuk elfogyasztani. De most ha megnézzük, itt nagyon sok nap 2,6 kWh, illetve 2,53, 2,5, tehát igazániból tudtunk 2,5 félé is menni, sőt volt olyan nap, hogy gyakorlatilag itthon sem voltunk, és nem ment a számítógép, mint nagy fogyasztó, de mivel hosszúak ugye a napok, nagyon hosszú ideig ment a hűtő szelver szoba, és gyakorlatilag úgy is ki tudtunk szedni 2,6 kWh-t a rendszerből, ugye hát ez napkeltétől napnyugtáig megy, hogy ilyen mit tudom én, ez a majdnem este 9-kor kapcsolt ki. Tehát tulajdonképpen néha még jobban ki tudunk belőle szedni, hogyha este felé már nem megy a nagy fogyasztó, hiszen a nagy fogyasztó nagyobb feszültségesést okoz az akkumulátor oldalon, és adott esetben lehet, hogy hamarabb lekapcsol a védelem, mint kisebb fogyasztóval kisebb lenne a feszültségesés, és többet ki tudnánk venni délután este fele az aksiból. És itt van egy abszolút új rekord, ezt nem is láttam eddig, ezt most látom, nem ez. Nehéz rákattintani. Ez 2,97 kWh volt 6.26-án. Én azt hiszem most így fejből, hogy akkor ment azért a számítógép is, meg egész nap napsütés is volt. Tehát gyakorlatilag majdnem megcsíptük a 3 kWh per napot. Ami szerintem egy ilyen kísérleti, szeretvelet napellemes rendszernek, ez szerintem jó. És hát azért látszik, hogy sokat süt a nap, mert hogyha átcsattogunk a 220 oldalra, akkor azt látjuk, hogy a fogyasztást megnézzük, akkor ebben a hónapban 255 kWh-t fogyasztottunk a hálózat felől, Paks felől, tehát majdnem benne vagyunk a rezsivédett sávba. Ha ezt összehasonlítjuk mondjuk egy májussal, amikor 302 kWh-t fogyasztottunk, egy áprilissal, amikor pedig 362 kWh-t fogyasztottunk, akkor ez jelentős változás. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez mind a napellem műve, mert bár nőtt a napellemes termelés, de azért arányaiban a villany is sokat csökkent a villanyfogyasztásunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek azért egy része az, hogy most már egy ideje működik a Mamba, és ugye minél erősebb a napsütés, a Mamba is annál több meleg vizet termel, a fekete Mamba fönt. Úgyhogy hát a villanyboiler is feltehetően jóval kevesebbszer kapcsol be, mint korábban. Na hát ez volt a június. Sziasztok!